Na, háló srácok! Üdv mindenkinek! Oh, folytatjuk, ahol abba hagytuk. Itt most ugye elkezdjük ezt az új mellék sztorit, vagy valami ilyesmit. Ezt a Rite of Ascension, vagy nem tudom. Itt most ugye ebbe belefutottunk az előző részbe véletlen. De most azt kell csinálni lényegében, hogy itt a... Ahogy látjátok, itt kell, mit tudom én, beszélgetni valakikkel. You too wish to bear witness to the rite of dissension? Me too. We all do. As a businessman myself, the 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more, there's been a rumor going around that the Tian Shui herself, Ning Guang, has been acting secretly in the shadows. She wants the rocks created by GeoVision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal stuff, that is. To be on the pulse of the predictions in the market is what makes the problem what it is. Among the seven, Rex Lapis is the oldest deity. His keen sense of strategy is well trusted among his people. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in making your fortune. Köszönöm. Tudti, és még lesz ebből. Az előző küldibe is, amit csináltunk, vagy sem, annyit dumáltak a végén. Oh, are you also foreigners here for the Rite of Dissension? Igen. To think I've lived in Liyue all these years and never come to see this before. I guess it's like they say, locals never visit the tourist spots. I wish you well on your travels. Liyue always welcomes you. Na, ez kevesebbet beszélt. Addig jó, amíg nem beszélnek olyan sokat. Itt is vannak. Rite of Dissension. Oh yeah, that reminds me. Isn't that today? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction, guiding us on how to run Liyue for the coming year. Last year, it was the Yuhang of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Ooh, Paimon knows this one! Mondstadt is to freedom as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on business and trade. The Liyue Qixing, the seven leaders of the seven enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. That's what foreigners always say. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. The Qixing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen, whilst our god is forever with us. Stay in Liyue long enough and you'll see. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with it through all of history. Great! Then we can start our experience off with the Rite of Dissension. Good choice. Then get going to the high ground. De még mindig vannak sajnos bugok ezzel a játékkal. De azért javítják, hát most azért nem, még egy nem rég jött ki, hogyha úgy nézzük. Ide kell jöjjünk, ami itt van fent. De igen, elég, attól még elég fasz a játék ez szerintem. Legalábbis én szeretem. RPG, szóval, meg jó mondjuk. Nyilván nem minden RPG, ez már fel ugyanolyan, de... De ez viszonylag elég jó. Meg ilyen anime stílusúhoz képest tök király, hogy csináltak, azért nem. Szóval, ja. Szerintem király, hogy megcsinálták. Meg a grafikája is tök szép. Paimon heard that the best time to make a wish is today, during the Rite of Dissension. Wanna give it a try? Halt! Those not involved in the proceedings are not permitted to go any further. Killjoy! Huh? Yeah, nem lehet közelebb menni, de ott van az a... Az a karakter, nem jut eszembe a neve. Most meg hova kell menjünk? A több hely is van. Akkor megyünk ide. Your first time in Liyue? Actually, it's my first time to see the Rite of Dissension too. Ah, look, that's Miss Ning Guang of the Liyue Qixing. Only those who have control in Liyue can preside over the Rite of Dissension. Oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of various beasts.
I heard that when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis himself appears as a celestial cross between two of Lyra's ancient mythical creatures. Ah, sorry, I shouldn't interrupt your wish. Please, take this. Na, kis imádkozásra, nem tudom. Pray and makeup is. Ja. Maszki. Jó, beleestem a vízbe, na. Ja, van még egy ilyen, akkor itt is kell egyet imádkozzunk. Oh, you also want a little adepti luck too? Seems you know a lot. Making a wish during this time is sure to get you the blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. I've already made my wish, so you can take this. Great! Thanks! Yeah. Now that we're all done with the wishing, guess we can just wait here for things to get started. Hmm. Who knows how long that Miss Ningguang lady is gonna take? Ningguang, as a name. Yo. Join the crowd. Yo. The hour is upon us. Már jobban tetszik, hogyha ilyen videók vannak benne. Na, valami történik. Mi a francom az a nagy darab izé? Ups, ez valami sárkány. Rex Lapis has been killed. Seal the exits. Rex Lapis. Ja, a sárkányt hívták, úgy. Nem figyeltem nagyon, hogy mit dumál, vagy nem értettem annyira most. Did she just say Rex Lapis is? Akkor ez a sárkány. Geo Archon is dead? Gondolom. Oh no, the Millilith! Looks like they're nabbing suspects who got too close. Paimon's freaking out! The killer is amongst us! Wait, we got close. Are we suspects? Wait, where are you going? Hát jó. Tók. Ja, az már megvan. Ja, most el kell menjünk. There's a whole bunch of soldiers out there too. Your identity. Így, várjatok már! Ez ilyen lopakodós küldetés. Ha? A kurva isten fasza... Ja, elbasztam. Jó, ezt valahogy meg kell oldani, ez ilyen lopakodós küldetés lesz. Láttak úszni? Aha. Csak az a szar. Vagy az a geci észre fog... Ven. Hagyjad már, hát te hogy vett észre? Na srácok, ezt meg nem mondom, hogy csináljuk még. Ki lehet itt rohanni, mondjuk. Csá. Meg fogom, azt átrohanok itt mindenki. Így. Így, bazzeg, nem most fulladj meg. Fú, ez közel volt.
Itt van még egy őr. Itt fölmászok. Jó. Hát addig ezeket itt összegyűjtjük. És elvileg ide kell lejussunk. Meg is van. És meghalt a játék megint. De nem. Nem halt meg. Jó, csak fagyott. Ups, ez valami izé katona vagy parancsnok. Ej, basz meg, na ez szép volt. Most azt fogják hinni, hogy mi vagyunk a izzék. There's nowhere to run. Hey girly, hold still. Hoppá! Ja, várjatok már, ez az új karakter, most én szeszem a gyerekek. Ja, akkor ez a... Ez egy olyan melléksztor is, rácok. Come with me. Most már vágom, szóval ez annak a melléksztoria, vagy sztoria. A új karakternek. Paimon's exhausted. So insensitive. You have no idea just how tiring fooling around. Wait. Just who are you exactly? Call me Child. 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 What? So we're supposed to dote on you? No, no, not at all. It's an alias of sorts. In Mondstadt, I don't suppose you came across a Senora by any chance. Senora? Child? You're Fatui, one of the Harbingers! Oh, no, don't worry. I'm not looking for a fight. Senora gave you quite the bad impression, huh? That woman. Can't say I'm a fan either. Right, let's forget all about her, shall we? I'm here to help you. Yes, help. I'm not a bad guy. Oh, okay, perhaps I'm kind of a bad guy, but I'm not here to give you any trouble. Would it be too much to ask for you to keep the sword sheathed? I thank you for your knightly nobility. I heard of your deeds in Mondstadt, so I couldn't help but notice you during the proceedings back there. And because I had my eye on you the whole time, I know it wasn't you. Someone else was clearly behind it. But, regrettably, given I'm a Fatui envoy from Snezhnaya, there's no way I'd be trusted after something of this magnitude. The ruling Qixing of Liyue has always been overly suspicious of us. Well, can you honestly blame them? Guess I shouldn't try to deny that. Okay, sure. Maintaining a distance between strangers is probably a good idea. Either way, I'm already used to it at this stage. But right now, if you want to clear yourselves of any suspicion, you need to get yourselves to Northland Bank. Staying here isn't an option. As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Jó van. Northland Bank. Szóval valami messze van. Ott van fent. Fel tudok mászni, vagy itt nem tudok felmenni. De fel tudunk mászni. Mindenhol fel lehet. De van itt lépcső is. Northland Bank. Correct. This bank was opened here in Liyue by Snezhnaya. Though everyone knows Liyue is the most enterprising in Teyvat, Snezhnaya is not short of change either. Yeah, well, poorer nations don't seem the type to have diplomats that come around acting the way yours do towards the Knights of Favonius. Here, let me give you this. Yes? This is a... I'm not sure exactly. Sometimes all money can buy is things, and not a name for oneself. All I know is that it's a sigil. A sigil to keep the mighty and illuminated Adepti from bringing harm to you. Adepti? If you head north from the harbor, then west from Gweili Plains, you will eventually reach a stone forest known as Dweyun Karst. The people of Liyue believe it to be the abode of the Adepti. Legend or not, they believe it. As such, offerings to the Adepti are made at its borders. Nobody dares venture in. But I have no need for believing.
Not when I know for a fact that the Adepti truly exist. Hate to admit it, but your Fatui intel seems all right. But why would we go looking for Adepti anyway? Oh, my little friend. There are plenty of reasons mortals seek the blessings of Adepti. Money, health, love. But you, you will go for justice. Justice? The Chi Sing will already have dispatched the Millilith. They'll be seeking out the assassin from amongst the onlookers. But how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? Rex Lapis never gave up his power as a god. This level of crude response is beyond what is called for. How suspicious. Or to hide something else. Hard to say. Even now, the Northland Bank wouldn't be able to hold the Millilith off for long. But the Adepti can clear you of any wrongdoing. Liyue was founded by the Geo-Archon and the Adepti. Of course, it was built by force. Look for them, and be faster than the Chi Sing's messengers, so you may give your version of events first. If there is anyone that can help you in Liyue now, it can only be the mighty and illuminated Adepti. Mm-hmm. Oh, Captain Tokalent. Sigil of Permission. Ez valami felhatalmazásszerűség. Igen, valami most elmegyünk a picsába ki. Hova is? Ide. Jó. Megnézzük, mi van itt. Jó, megérkeztünk. And who might we be? Those that dare enter Joyun. Nem valami szarvas. A sigil of permission. Many a season has passed since one was last in the presence of such an item. He before you is the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. Speak, traveler. What business have you here? Actually... It's the assassin! They dared to flee here to Juryun Karst. Yeah, itt vannak az őrök. We've already stepped too far into Juryun Karst ourselves. We... There's no choice. Apprehending the assassin is top priority. We must press on. Disturbing our borders. See them gone. One will not have interruption. Hey, menjen vannak. Quality support from other. Who goes there? Ez a boss. Jó van gyerekek, a karcolunk itten. Nyomkodom az attackot itt a szar. Tuti hallatszik, mert a többi videóban is hallatszik, de nem baj. Nem tudok már mit csinálni sajnos. Ez így válunk van. Nyírom azt a sok szart, mert kurva sok. Te jó isten, 20-at kell kinyírni ebből a szarból? Meg jó, hogy nem időre megy. Take the target alive! Alive. Ha! Engem azt nem kaptak el. Megyedik az összeset a kicsába. Ha kurva isten. Gertek ide! With the triad! Kurva jó, hogy milyen gyorsan van új film. Rohadt kult tölt. Rohadt gyorsan tölt az ult ide, ezt a kire. Szaladt. Megvan.
van itt egy emberke. Már csak ő van. Kész. Jó sokan voltak azért. Preposterous. Preposterous! The Liyue Qixin. Utterly disappointing. How could someone possibly assassinate Rex Lapis during the Rite of Dissension? And then place suspicion upon the attendees? Traveler, of the unjust accusations placed upon you, one has become aware. The mind knows its answer. Though one must consult with one's fellows, lest the mind be misguided. Go, take your sigil of permission. Carry with you a message. Mountain Shaper and Cloud Retainer can be found here. Only fate will decide if you shall find them. Only fate. There exists a conqueror of demons, a guardian Yaksha. Go to Wangshu Inn. There you shall seek him. Jó. Akkor most elmegyünk oda, de itt nem tudom, elvileg valami esit. Mondod, hogy mit tudom én, miféle démonok veszik ezt helyet körül, vagy valami ilyesmi. Na, ez már jobban tetszik, mint az eddigi fősztorik, amiket csináltunk. Pedig ez is, mondom, ez a új karakternek, azt akkor ezek ilyen karakter sztorikszerű elvileg, vagy nem tudom, amiket most, amik így külön vannak. Mert ez a mostani frissítéssel jött be, azt tuti. Azt. Ezeket a nagy üzéket szét lehet amúgy csapni, bár valószínűleg javarészt. Ez meghal, de vagy javarészt, ennem mi van benne. Vagy ilyen, ilyen. Bár ilyen, aztán nincs benne. Ezeket csak így lehet. Ezeket széttögetem, srácok, ha nem baj, mert ezek kellenek. Na, ide jöttünk. A leading, ezekkel beszéljük. Have mercy, almighty Adeptus. I beg you. Show mercy upon me and my brother. Spare our lives. Who are you? What's going on? We asked you first. Oh. You enjoy safe passage in Joyun Karst. It can only mean one thing. You must be Adepti messengers, sent here to rescue me and my brother. What is he talking about? Oh, have mercy, mighty messengers of the illuminated Adepti. I beg you to save us. My brother and I, we only came here because our family is poor. And we heard tell of treasures hidden in the amber of Mount Hulao. It was stupid of us. But all we wanted to do was find enough treasure to sell and support our family. We followed the path up the mountain, but suddenly, the amber, it swallowed up my brother Li Dang. I ran away and made it this far before it dawned on me. We were trespassers in the abode of the Adepti. And this was our punishment. I had no idea how to rescue my brother, so I just started praying for the Adepti to have mercy, right here on the spot. And now, at long last, two messengers come to my aid. Ez azt hiszi, hogy most azért jöttünk, hogy már meghallgattam, mit tudom én kicsoda, hogy panasz. We're not Adepti messengers. We just want to find the Adepti like everyone else. No, you must be messengers. You have to be. I have no idea which amber trapped him. Please, you have to rescue him. I beg you, show me some Adepti mercy. Thank you. Jó, megmentjük, hát a kapunk valamit. Oh, mighty messengers of the illuminated Adepti. I promise that we will never be so foolish again. Megnézzük, hogy mi van. I was gonna ask him about where to find the Adeptus, but he seems pretty one-track mind about rescuing his brother right now. So, he said
day got Captain Amber somewhere on Mount Fulau, and that they were following the path the whole way up. Let's follow the path down from here, and make sure to be on the lookout for Amber on the way. Hey. Már is gyerekek, haladunk lefele, elvileg ezen az úton kell jönni. Ugye ezekben van láda, meg minden egyéb jóság. És ezeket kell szétbaszkodni, hogy megtaláljuk a faszikát, akit keresünk. Szóval, ja. What happened? You rescued me. Oh, thank you. Oh, and have you seen my brother? His name is Li Ding. We were climbing the mountain together. I just hope he didn't get trapped in Amber too. Phew. So he's safe then? Oh, thank you. I will head up to find my brother now. Here's hoping I don't run into any more Amber on the way. Na, most gondolom vissza kell menni a tetejére ennek a szarnak. Hol volt a srác. Akkor menjünk oda. Ha már ezt megoldottuk. Akkor jól gondoltam, hogy ezt kell csinálni, hogy szétbaszkurálni azokat a szarokat amúgy. Csak még nem törtük össze pont azt, ami kellett volna. Hagyjál békén. Na, már állunk le harcolni. Na, ott vannak mind a ketten most már. És ez a kapu kinyílik most már? Ott van, vagy ez más? Na, nem vagyok harcba. Thank you for rescuing my brother, oh mighty messengers of the illuminated adepti. What? No. I mean, like everyone else, we've heard that there's an adeptus living in Mount Hulau. But regular folks like us would never have the chance to meet them. No way. Unlike you guys, you're Adepti messengers. So it's a whole different story. Anyway, we have trespassed in the realm of the Adeptus for long enough. We should get going. Thank you, mighty Adepti messengers. Yes. Thank Boy, it'd be super helpful if we actually were Adepti messengers. Cause it seems like this Adeptus has got a real temper problem. But it's not like we've done anything wrong, so... Who dares trespass on my mountain? Nem nyomtam semmit, esküszöm. Foolish mortal. Come forth and receive your punishment. Valami leszkippeli magától, vagy lehet de van bagolva a bomb. De nem hiszem. Mountain Shaper. Na, nyisd ki ezt az utat, vagy nem tudom. You intrude upon the sanctity of Mount Hulau. You destroy the amber of my mountain. And you free a thief whose freedom is not yours to give. The thief's ignorance was an affront to the Adepti. But your actions are an abomination of the highest order. Wait, we can explain. Mooncarver, trusted a mere mortal as his messenger? Is this a sigil of permission? One is surprised to find such things still exist in the mortal realm. In the beginning, Rex Lapis cast them for the mortals with his own hand. Few were made then. And thousands of years on, fewer still remain. Speak. One shall listen to the matter which brings you here. Then one shall verify the truth thereof. You would be wise to speak the truth. For Liyue is not so far from here that one would be easily deceived. Rex Lapis. Assassinated? At the rite of dissension? What mortal in Liyue
nay, in all the world, would conspire to commit such foul treason? Or perhaps the more pertinent question is, what power in this world could aspire to achieve it? Rex Lapis charged the Adepti with the protection of Liyue, and we have always honored this duty. As the people have prospered, so have we gradually withdrawn into the mountains. Indeed, this was a gesture of goodwill towards humanity. But now, alas, Rex Lapis, gone. Traveler, of the matter you have relayed, one has become aware. One now knows why Moon Carver has sent for us. Once one has dealt with certain matters here that require my attention, one shall convene with the other Adepti. Hi, Munkan. Adepti always have magical powers in storybooks. Seems it's true in real life, too. You know, like how grass is actually Adepti hair, and rivers are actually Adepti saliva. There must be something similar going on with the amber. Your nonsense knows no bounds. This amber is produced by a flower that one has planted here, called the Karst Crawler. The majority of the plant is hidden underground. When stepped on, it produces amber to trap the invader. After taking up residence here, one planted many Karst Crawlers to ensure that the tranquility of the mountain would remain undisturbed. Over the years, they have helped to prevent many disturbances. But in the process, they have also trapped many curious things. Oh, so the amber is alive? Correct. Thus, one may not leave this place in its current state, for fear of the risk to innocent lives in one's absence. One will depart as soon as one has attended to this matter. One trusts that the manner of your departure will be swifter in nature. Jó. Most merre kell menjünk? Hát srácok, ezt próbáljátok kivenni, mit mondott, mert én ezek olyan szavakat mondott, amit azt tudtam micsoda. Na. Ez a baj ebbe, hogy kurva sok szó van az angolban, aztán nem éppen egyszerű mindegyiket megjegyezni. Meg hát elég sok idő mindent megtanult. Ja, de ez ilyen, sajnos. Nem egyszerű az angol. Már mondjuk a nyelvek közül talán az a legegyszerűbb, ha úgy nézzük. De na. Aha, most ide jövünk. Na, itt voltam egyszer már. Itt pont, ugye itt van egy ilyen cucc direkt, ugyanilyen kapuszerű, akkor lehet ez a túlad, látjátok ott. Csak nem tudtam, hogy ez így mi a franc. Vagy hogy lehetne bejutni, de úgy tűnik ez a küldihez, vagy a küldivel együtt lehet ide bejutni. Hey, who put this table here? They've even set it ready for dinner. There's a wine jug and everything. Ooh, they even have the guest names carved into the seats. Here sits Retainer. Here sits Guizhong. Maybe Rex is short for Rex Lapis. But Paimon has no idea about Guizhong. As for Retainer... That's it! When Moon Carver was going through the names of his Adepti buddies, he said there was one called Cloud Retainer. So this must be where Cloud Retainer and the other Adepti have their dinner parties. How about we cook up some extra special dishes for the Adepti? We're sure to get Cloud Retainer's attention that way. But what do Adepti even eat anyway? Paimon has no idea. People must make offerings here all the time. Guess all we can do is look around the area for any leftovers. Maybe that'll give us some ideas. Do you think maybe it's at all possible that the Adepti might like to try sticky onion roast? Ja, most tudod, jó.
Elcsúszott valami a szöveg, nem tudom miért. Mondom, még bagos néha a játék. Na, Blue Forest rész, igen, na most kell ezeket megnézni, akkor jól gondoltam én, mert hogy már próbálgattam ezt, ugye megnézegettem ezeket a tűzhelyeket. Ott van egy enemy. Szóval, hát nem csak ott lesz valami. Na mindegy, szóval megnézegettem azokat a tűzhelyeket egyszer. Csak nem történt semmi, ezt nem értettem miért, de úgy tűnik ezért nem történt lófasz sem. Mivel ezt hogy hívják, ez a küldéhez tartozik, és akkor csak így lehet megcsinálni. Ami jó, mert remélhetőleg... Ó, ezeket elveszem. És mit kell csináljunk? Álljatok. Xy main traces. Ezt, ugye? Someone has definitely cooked here before. Do you think they were making an offering? Looks like they didn't use all the ingredients. Let's see here. We got some snapdragon, some lotus heads, some tofu. Whatever they were cooking, it sounds complicated. Hey, look over there. They left some notes too. Yup, it's a doozy. Paimon's not surprised they had to write it all down. It's a lot to remember. We should read it carefully. Jó. Ó, találtam egy receptet is, nagyon jó. És tofu, na, új alapanyag, na, volt egy ugyanilyen cucc is, amit nem tudtam, hogyan lehet megcsinálni, de úgy tűnik, javály, ezt lehet. Nem tudom. Ez most... What would you call a dish that's made from snapdragon, lotus heads and tofu? Ja, ezt kaptuk meg, ezt a receptet akkor. Jó, hát akkor menjünk tovább. Azt megnézzük a többit, hogy ott mit csináltak. Na most kitelő... Ja, hogy most miket csináltak ott, nem tudom, kiderítsük. Megnézzük, hogy mi volt ott. Jó. Az ezt a szakat elvisszük azért, és akkor megnézzük, hogy mit... Yeah. It's very clean here. Whoever cooked here last obviously likes to keep things neat and tidy. Paimon bets they were making an offering to the Adepti. Looks like we got us some matsutake and some raw meat. And what do you know? The recipe is right here. This chef was a super organized person. Na, most kapunk akkor még egy izét. Receptet, vagy nem? De! Halljátok, itt van, ezt is elolvashatjuk amúgy. What do you get if you cross matsutake and raw meat? Ja igen, de azt kaptuk meg azokat a receptet, mert mindjárt megnézzük, hogy milyen a recept, a harmadik nem megnézem. Miket ad? Hopp, ez itt micsoda? Ez valami... De több ember kell, vagy nem tudom, valamilyen iszi macera. Na nézzük az utcsort, azt közben begyújtam. Itt nincs semmi. Wow, the ground is covered in flour! What a messy chef! Seems there's meat in this pot. But Paimon can't tell which kind! Do you think whoever cooked this made it as an offering to the Adepti? Paimon can't quite imagine an offering made of flour and meat. Huh? Our messy chef dropped a piece of paper on the floor. Ew, and there's a huge footprint on it too. But footprint aside, maybe it has something to do with this mystery dish. Offer up food to Cloud Retainer. Mindjárt. Na. Megkaptuk a recepteket, szóval ez a matsuke meat, ez micsoda? Ez egy ilyen dolog, ez ugye az a gombás dolog, ami volt, ez meg a jewelry soap, ez meg az a lótuszból van, ugye? Igen, azból azokból, szóval ezek hiányák. Na mindegy, most már megvannak ezek is, és most vissza kell menni középre. Igen. Á.
Jó, szóval ezeket is meg kell csináljuk, várjuk. Arra nem volt szó, hogy meg kell csináljam. Álljátok, akkor gyorsan megfőzöm ezeket a zéket, mind a kettőt. Ja, pont volt hozzá akkor elegendő alapanyag, hogy megcsináljuk. Gondolom, másképp nem tudnám. Nem ezt akartam. Na, kell nekünk ebből egy. Kúp. Ja, az megkaptuk hozzá az alapanyagokat. Egy elég hozzá, majd most csinálok én majd még, de most nem érdekes. És meg ebből is kell. Van emberünk, aki... Jó, igazán nem mindegy, na. Van esélyre, hogy duplázza, de... Jó, ezek meg vannak. Fasza, most mind a kettőből megvan. És akkor most kell oda rakni, gondolom ott oda rakjuk az asztalra felajánljuk, vagy micsoda, és akkor úgy... Lehet oda jönnek ezek a istenségek, vagy mit tudom én, mi lesz itt, majd mindjárt kiderül. Szóval ezt oda nyomjuk, igen. Igen. Megterítünk, és ez is oda. És még egyet kell, ugye? Igen, a másikat. És így kinyílik, értem. Szóval így nyílik ki az a hely, ahol be tudunk menni. Itt vannak a kaják. Ja, na jó, mindegy, menjünk. Kár, hogy nem lehet megenni őket, simán megenném. Oké. Így, ez ami dungeon. Visit the Adaptus. Igen, ez egy dungeon lesz. Na nézzük, ez micsoda. Akkor ez így jó is a csapatunk. Igen, jó lesz. Nézzük mi ez, nem tudom. Érdekel. Hogy itt mi lesz. Lehet unlockolódik ez így dungeonként is vajon? Azon gondolkodok. És akkor lehet itt is szerezni valamit, hogy tudja a franc. Ja, tört, jó. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way to my abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. No escape! Bassza meg, ellökte mindegyiket az a kurva bomba. Álljátok már, ez itt. Így az időre megy. Jó. Azokat a kis szerepeteljét meg gyorsan. Néha hamarabb azokat ki kell nyílni. Meg ezek ráznak is, ami rohadt idegesítő dolog. Megvan, még van két nagy darab. Ezeket már csak megadom. Kész. Jó, most nem tudom. Erre is el? Ezek mik? Te jó isten, de durván néz ki. Királyú megcsinálták ezt, figyeljétek milyen izék vannak. Ilyen átjárók, meg ilyen egyéb. Hey, mi van? Mind a kettő fele el kell menni? Hát akkor... Rotételjük ebbe az irányba. Ja, értem. De várj, a másik az... Jó, és a másik az mit csinál? Az csak visszafordítja. De akkor igazából miért van kettő? Hát mindegy, ugyanazt csinálja, szóval igazán de baj, de mindegy. Ja, és ez az út, ez király.
tudunk átmenni. És itt nincsen, nem? Majd ott lesz. Ó, de mennyire, hogy lesz. Ez ugye nem megy időre, nem? Ej, ne, bazd meg, leestem. A faszom, hát lecsúszott a karakter. Jó, nem kell örökezni. Nem kerülünk. Visszagyűjtem. Szavasz, meg annyi. Ne se létszik. Jó, most megint... Honnan jöttünk? Most megint lehet forgatni azt. Vagy ezt a platformot forgatjuk most? Várjátok, ezt megnézem, hogy ez micsoda először is. Majd utána elforgatom. Ez egy másik ilyen forgatható platform. Jó Isten, elég fura. Az valami puzzle-szerű, vagy én nem tudom, hogy itt... Azon gondolkodok, hogyha azt forgatom egyszer, az összes forog, vagy csak egy forog. Mindjárt megnézzük. Előbb ezt megnézem, hogy micsoda. There's no way for you to get up there. Where's a wind current when you need one? Szóval oda kell feljussunk elvileg. Csak egy láda van. De ez is jó. Jó, itt a faz, az felesleges, nem tudunk ott úgysem csinálni. Szóval oda kell feljussak. Hát akkor megforgatom ezt, aztán fel tudok mászni, de így gondolom itten. Mert a többi oldalra úgyse tudunk menni. Igen. Még egyet forgattunk rajta, és akkor fel tudunk menni. Király? Nem, akkor úgy tűnik csak azt az egy konkrétat. Lehet forgatni, de ott is lehet felmenni oda, nézitek csak, hogy... Várjátok egy kicsit. Mindjárt megyek a merekkel, csak megnézem, hogy ide... Leesek vagy fel tudok menni? Haha, leesek. Kurva élet. Jó, akkor ott leesünk. Igen, most már fel tudok oda menni. Oda meg... Mit tudom én, lehet majd át lehet menni máshogy, vagy valami ilyesmi. Biztos szerintem oda is föl kell majd menni. Bár nem biztos. De most nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ide jössünk föl. De... Na, itt mi lesz már meg megint? Vannak ládák is, dögivel. Valami challenge van. Ez egy puzzle. Sorba kell rakni őket? Aktiválni kell ezt a három elementál basszást időbe. Ennyi. És most akkor gondolom, ja, hogy így unlokkolódnak a ládák, az jó mondjuk. Akkor van még egy. Az épső. Jobb szélső, bal szélső, meg lesz biztos jó. Jó. Azt hiszem így volt, ugye? Igen. Nyitjuk ezt is, és még egyet kell megegyezni. Na nézzük az utcsót. Az. 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 Akkor most fogadjunk a jobb szélső. Igen, és a középső utoljára. Ennyi. Oké.
rész is van. A ládámat ezt nyitjuk. Kár nincsen benne olyan nagyon jó loot, pedig jó lett volna. Jó, viszont akkor most vissza kell jutni arra a szigetre. Az megint el kell forgassuk ezt a platformot. Ugye? Igen, az megint ezt el kell forgatni. Egyel. Így. Most alaphelyzetbe raktuk. Pillanat, csak feltöltem a staminánkat. Ja, igen, és itt ezt is lehet forgatni. Jó. Ezért jöttünk, hogy ezt tudjuk forgatni. Pontosan így. Kés, most át tudunk menni oda. Ott is van egy ilyen, ugyanilyen cucc, mint a másiknál. Ja, valószínűleg át kell jussunk majd arra a másik szintre is, vagy ez mi a franc? Ez mi a picsa? Ajj, ez valami puzzle. Megint. Megvallom, hogy szinte nem tudom, hogyan kéne ezt most aktiváljuk. Na. Egyszerre világít így három. Meglőjük azt. El az, az és az a kettő világít. Meglövöm ezt. Akkor ez a három világít. Csak kettő. Így ez a három. Most négy világít. Ha ezt lövöm meg, akkor megint csak három fog világítani. De mindig változó. Ezek srácok, ez mi a fasz? Most muszáj megcsinálni, mert annélkül nem tudom ezt feloldani, mi? Valami egyéb dolog, ami segít benne. Így világít ez a kettő. Most meglövöm ezt. Három világít. Így kettő világít. Na jó, én ezt nem tudom, hogy kell megcsinálni, srácok, ez így. Hopp. Jó, valahogy rájöttem. Tudja, a franc kurva nem értettem, hogy mi a fasz kéne csinálni benne. Normálisan, hogy mi volt így benne. Jó, és akkor most ezt a szint, ezt kell, a középső platformot, jó. Ja, és így jutunk át, oda értem. Akkor innen kell oda átjutni, nem. És itt ott van egy ilyen kapu, vagy. Majd mi fene. Bet you can't keep up with me. Ah, ott van fenn az a madár. One is most impressed. The path that leads through this abode defies those of ordinary abilities. The one before you is the Adeptus Cloud Retainer. Now speak of the matter which brings you here.
You surmise correctly. This place did one self-build, as did one design the mechanisms within. In fact, even Gui Zhong and Rex Lapis themselves found one's technological accomplishments to be worthy of commendation. This place is huge, and there are so many mechanisms! Do you really have this whole place to yourself? What's it even for? Did you build it as your private mechanism workshop or something? It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a hermit, and then they research and invent all these amazing things! One is simply not partial to the tedium of social interaction, and wish to find some peace and quiet. Find it one did. Shortly after which, you arrived bearing your sigil of permission. But enough. State the matter which brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. Rex Lapis. Assassinated? How can this be? Such a heinous crime! How you dare? The notion is so preposterous as to be unbelievable! One shall have to verify the truth of the matter independently. Perhaps one shall quash Li Yue first, then convene with the other Adepti. Wait, what? Did you just say squash Li Yue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. It is as you say. We have protected Li Yue Harbor under the leadership of Rex Lapis for 37 centuries. But in the face of this coup, by nefarious actors, exceptional measures must be taken. Yikes! Quick! You gotta think of something! She wants to squash Li Yue flat! And it doesn't seem like she's bluffing! Exactly what Paimon was gonna say! We made all that delicious food and gave every last bit of it to you! We were hoping you might help Li Yue out, not wipe Li Yue out! Or, at least, let's, you know, discuss it first! Can't hurt for you to get a second opinion! Contract. A cruel irony that you should appeal to the ocean. Az újabb, most a frissítés után, mert ez ugye frissítés után jött be ez a sztori, ez az 1.1-es, mit tudom, verzió, vagy hanyas. Ha megnézitek, itt már jók a száj animációk, mint a mozgása, hogy beszélnek, jól megvan, szinkronizálva van. Szóval azok a másikok azért nem voltak jól, mert azok még a sztoriban ugye azokat az előtt csinálták, és nem úgy, mint most. Ez az újban már figyeltek rá. Mert megcsinálták visszamenőleg is. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power. Jó, mondjuk ennek ne nézzétek, mert ez nem beszél, szóval nem nyitja ki száját sem. De a többiek, hogyha beszél a Paimon. It is but a keepsake now. This keepsake cannot be taken as proof of your trustworthiness. One must investigate the claims that you make independently. This, no doubt, is Mooncarver's very reason for summoning us. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave at once. At. Jó, most el kell hagyjuk ezt. Ez lényegében olyan volt, mint a dungeon szerűség, csak egy ilyen logikus. Hogy hívják, egy ilyen stratégiai, vagy hogy mondják azt már nem jut eszembe most stratégiaig, vagy nem tudom mi. Jó, maradjunk ennyibe. Ja, logikai, bocs, logikai dungeon, vagy játékszerű volt. Ja. De jó pofa volt. Jobbak ezek a változatos dolgok. Na, itt, és ezt unlockolni lehet ezt a... Nem akarok bemenni oda, hogy várjál. Nem lehet, jó. Úgy tűnik nem lehet belemenni végegyszer. Szóval, és vissza kell menjünk Li Yue Harborba, jól értettem? Nem, és ide jövünk. Nézzük, hogy itt mi folyik.
mostanában többet tölt, de... Nem tudom miért, majd még úgyis frissítik a játékot, meg jön ide, jön még bele bőven a csomó dolog szerintem. Ahogy a izébe is, ugye van a telefonos játék. Miért vagyok vizes? Compared to Joy and Karst, this place seems basic. Are we really gonna find an adeptus here? Miért vagyok vizes? Let's take a look. Paimon reckons he'll be on the balcony. Doubt we're gonna find him in the kitchen. Hol van? Na várj, már lehet akkor jó is, hogy leestem volna. Fuck. Ja nem. Jó, meg jó, hogy le nem ugrottam. He's not here? To the blind, everything may not be as it appears. Ez meg ki a franc. A sigil of permission? You came prepared. Though this only prevents me from hurting you myself, doesn't stop you from getting hurt in other ways. Paimon doesn't get it. Too much contact with our world is breaking the rules. Mortal souls are not as robust as those of Adepti, nor can your blood carry this level of adeptal energy. Ez is ilyen, ez istenségszerűség, mint az a Rex Lapis, vagy kicsit meg a másikok. Leave. Now. Gondolom, igen. Vagy hát olyan arra tippelek. Wait a sec! We came here to... Paimon's peeved! All he does is think about himself! Paimon wants to give him an ugly nickname! But if you tick off an adeptus, the only thing you'll probably ever find in treasure chests is cabbages. Blech. Guess we should go ask the boss lady of the inn about just how she manages to talk to adepti. Jó. Itt a főnök, az hol van? 11 méter. Ja, ez lehet, hiszem, ide le kell ugrani. Pontosan. És akkor ide bejövünk. Nem tudom, srácok néha... Nem tudom miért, de itt van, amikor laggosabb. Itt is például ezeknél az épületekben valamiért. Pedig beltér, belvileg pont, hogy kevésbé kéne, de valamiért a nyílt téren jobban. Hívjákkal. Na, mondjad. Oh, you've already met Xiao. Not bad. Not often he's in a good enough mood to agree to see people. That's his good mood? Oh yes. The Adepti are very hard to come by. Many people go their whole lives praying to them, never once actually getting to see one. When the Geo Archon built Liyue, he borrowed power from the Adepti. But most of them only know how to protect Liyue by fighting. So for many millennia, it has instead been humans who have led Liyue. You really know a lot, huh, boss lady? It's not boss lady, it's just boss. Anyway, seeing as you have the favor of the Adepti, things should be a lot easier. Well, if you want to know my opinion, if you keep Xiao in a good mood, things should be okay. Good mood? Can't really imagine what a good mood looks like for that vigilant reaction. Majd megcsinálják előbb-utóbb, egyik frissítésbe talán. Will be interesting, won't it? Come to think of it, I've never seen him smile either. How about this? You go see the chef for a bowl of almond tofu and a plate of whatever it is you're best at making. Almond tofu is one of the few human foods Xiao likes. The other dish is up to you. Up to us, eh? What do you think you're the best at cooking? Really hard to screw that one up, right? No. Akkor lemegyünk a szakácshoz, vagy mit mond? Tartod a séf, aha. És lemegyünk hozzá, ő viszont... Ja, az itt... Vaj, hát azt hittem itt van, de nem itt van. Hopp, azt meg tudja, ez micsoda. Ja, jó, ez csak így van. Hol van most az... Ja, most itt van kint. Nem, amúgy ott szokott lenni lent. Séf.
Can't you see I'm on a break, kid? Scram! Scram! Whoa! This chef guy's service is about as good as that Wagner guy's back in Mondstadt. I see. If it's for the boss, then guess I don't have a choice now, do I? But my heart's not really in it right now. Not enough to make a dessert as painstaking as almond tofu. And why is that? A fencer's hand must be steady. So too must the hand of a chef. But my hands... They're not steady. Because, a traveler once told me that this inn... is haunted. And then just now, in the kitchen, I saw something. Something not right. This chef looks so intimidating, but speak of ghosts and he becomes weak. I keep thinking, even Wangshu Inn isn't safe. I can't keep a steady hand for something like almond tofu. All right, in the name of high-quality almond tofu, we need to go check this kitchen out. Na, most hol vagyunk? Hát tényleg bemegyünk a kicsembe, az ott van lent, ugye? Igen, igen. És már tényleg ott vagyunk. Doesn't seem to be anything. Tényleg van valami szellem ott. Jó, akkor most visszamegyünk, meg megmondjuk a csávónak, hogy... Hello, láttuk a szellemet, igen. What? You saw it too? There really is a ghost! What? How could I... Okay, so he's useless now. What do we do? Forget it, let's just go see the boss lady again. Okay-ish. Scared of something so insignificant. Hard to believe he was once a notorious bandit. You don't seem that afraid of ghosts, boss lady. Gods and ghosts. I've seen it all before. Come to think of it, others don't seem to know there's an adeptus here at the inn except for the boss lady. Shh. Say any more and you'll be divulging my little secret. Right. Best you two be off. Go see to it that that little ghost doesn't go scaring anybody else. Not that I'm ordering you around. It's like the Adeptus said. Mortal souls are not as robust as those of the Adepti. So as not to be harmed when dealing with the Adepti, you can start by practicing with that ghost. But how should we persuade the ghost? There is a calligraphy painting in the inn known as the Witness Sigil. It's been in circulation for over 1,000 years. Go take a look at it. Once you have, look for a place outside where you can see the exact same witness sigil formation. Okay. Akkor valami painting kell, ugye festmény. Ez. Ja, hogy egy olyan helyet kínál, ezt látjuk. Jó, nézzük, csak találunk valamit. Mekkora ez a hely? Aha. Jó, nem olyan nagy. Ja, itt vannak, várjatok. Ezt így be kell lőni, hogy így egybe látszódjon a dolog. Így. Ugye? Ennyi, vagy még van? Vagy ezeket így meg kell... Vagy én nem tudom, hogy ez az-e. Ennek ez a lényege. Látjátok, itt már nem lakol. Csak abban a szar épületben. Find a place where you can see the wall. Igen, hát elvileg ez kéne. Csak akkor lehet még... Még van valahol egy ilyen rész. Gondolom. Ja nem, csak ide kell jönni és ennyi. As the boss lady said, she won't disappear like last time.
elkapjuk. Csak kicsit gyorsabb szellem. Ura, mondom, az épületekbe laggolok közben, amúgy itt a kinti térben meg semmi, kb. Alig laggolok. Nem tudom miért van ez, mondom azért. Ú, ott van egy boss, vagy valami farcos. Enemy, ezeket nem szerettem. Hey, bossa. This old decrepit ruin guard? Surely it's not. Possessed? Igen, nem volt szó. Várjatok, szóval, hogy le kéne lőni. Ebben életben. Az a szar be van bugolva, fába azt nem láttam volna. Na most leesett. Barával azért az, hogy töltök életet. Áll. Elegondol, nem láttam a szemét vagy a fejét. Tudjátok, van ez az... Íj, mennyi sebe ez... Van az, ahogy hívják, amit ki lehet lőni adott középen. Ezt kell kilőjük, és akkor ugye a földre tud esni. Akkúba is nem veszem. Nem egyszerű. Esz már le. Ez nem akar leesni már. Menj már! Va Isten fassa, ez erős! Minket. Na, hova kell vissza? Vissza kell gondolom menni bejelenteni a izét. Teleportálunk. Miért is ne? Amúgy igen, ez egy jó dolog, srácok, ha bejárjátok előtte a mappot, az egészet, és összegyűjtetek minden teleportot, ugye, hogy nekem is most van. Mert hogyha csináljátok a challenge-eket, például kurva hasznos, látjátok egy csomó helyre, olyan messze vannak, vagy nem tudom, hogy... Azt se tudod igazán, hogy mit kéne csinálni, hova menj, menjen. Na most nem laggol, látjátok? Ez ilyen, nem tudom, ilyen fura dolog. What? You really got the ghost to promise to stop haunting the inn? Wow, you really are something. I am in your debt. Please, wait a moment. I'll make you the smoothest, silkiest bowl of almond tofu. Na, csináljad a tofut, tesó. My hands are steadier than ever now that she's gone. Meg is kaptuk a tofut. Jó. Akkor most beszélünk a csávó a... azzal, akivel az előbb, ugye? Azzal a köcsöggel. Vagy nem tudom, mit veszek felül. Itt. Na, mi van te? You two, again. Szedd meg a tofut, aztán... Wait, don't go disappearing again.
again. What's this? It's your favorite almond tofu, as well as this distant traveler's best dish, a satisfying salad. Quick, tell him everything before he finishes eating. It was Rex Lapis. How could this be? I can't imagine it. Though times have changed, I've never imagined a Liyue without him. The ruling Qixing. Just what role have they played in this? I will seek Moon Carver, Mountain Shaper, and Cloud Retainer. It is time they too made their decisions. Adepti do not turn on their responsibilities. I have my reasons to not want to be tainted by the mortal realm, but responsibilities are responsibilities. Our god is the god of contracts, after all. Wait! Paimon still has one last question! Hmm? That Dusky Ming, she's... When conquering demons, on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone, yet are also not yet able to be moved on. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. So really? Wang Xuan was looking after her! Really keeping a wide range of business going, huh? Szóval elvileg ez a vizé mondta, hogy figyeljenek rá. Dust to dust, most vissza kell menjünk Liuba? Igen. Lehet akkor most már befejeződik a sztori, vagy mint ez a rész. Majd mindjárt kiderül. Oda megyünk fel. Megint megmásszuk akkor a falat. Biztos van amúgy létre is valamerre, de... itten egyszerűbb fel, vagy hát itt van a lépcső, na, de nekem így egyszerűbb feljutni. Jó, ja, itt van a child. Stand you finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? I see. Huh. Moon Carver, Mountain Shaper, Cloud Retainer, Conqueror of Demons. Hát én nem értem. Some of these names have never come up in the intel the Fatui gets hold of. As a returning gift, I too have information for you. Regarding the Archon's passing, the Liyue Qixing's response really has given me food for thought. They've announced that, as the true killer has not yet been found, they are not allowing anyone to pay their respects to the Exuvia. They've even gone so far as to try and cut off information. But with the right of dissension and all, even the Qixing isn't able to keep a lid on things. Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus. The Geo Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the Adepti. The mighty and illuminated Adepti of today all signed contracts to protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they both have the responsibility and the aptitude for the job. If the ruling Qixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take corrective action. The Geo Archon's spirit has risen, so why would the Qixing hide his vessel? Truly suspicious. Oh, right! He's the whole reason we came here! If the Liyue Qixing has locked up Exuvia and won't let anyone near, then our quest to find the Seven is already over! Oh? You're trying to find the Seven? And just why might that be, pray tell? Nice answer. A knight that gets duped by the Fatui would really be no knight at all now, would they? But I can help you with that too, you know. Hmm. Really? Give me some time. Time to find someone. Someone who can help you break through this stalemate. Huh. Truly fascinating. The harder they try to silence the situation, the greater the chaos that erupts.
If you want to be around to see it all come crashing down, best you stay alive until we next meet, yes? Jó, szóval akkor oda bejutunk. Na, ez meg is van. És azt nézem, hogy akkor most nem tudom, hogy megullokodott-e. Igen, ez a második chapter, ugye? Vagy act. Igen, az act 2. Most ez is ullokkolodott, szóval nem tudom, akkor hát belevágunk ebbe is szerintem. Lassan. Na, jó, mindegy, srácok, innen folytatjuk. Addig is, legyetek jók, találkozunk a következő részbe. Szevasztok!